Akár a bebörtönzés is kapcsolódási pont lehet az iménti bejátszó és a következő beszélgetés között, hiszen májusban razziák célpontja volt az iráni bahái felsőoktatás. Vendégem Kerekes Csaba, jó napot kívánok! Jó napot Ön kívánok! A magyarországi bahái közösséghez tartozik, de szerintem még mindig vannak olyanok, akik nem ismerik ezt az egész szerveződést, tehát kik ők, kik a bahájok? Az Enciklopédia Britannica szerint a legfiatalabb független világvallás ma a világon a bahái közösség. Ez mit jelent, hogy legfiatalabb? Ez azt jelenti, hogy összehasonlítva a sok ezer éves tradíciókra visszatekintő, már ismerté vált nagy történelmi vallásokkal szemben, ez mindössze másfél évszázados születéssel bír. Na most azt gondolom, hogy a másfél évszázadhoz képest, ugye most erről a májusi razziát említettem, de hát nem ilyen friss keletű maga az üldöztetés, amely éri akár ezt a vallást, akár ezt a közösséget. Ugyanaz az üldöztetés tér vissza, ami annak idején 2000 éve Jézus első tanítványait is sújtotta több évszázadon keresztül, és ugyanez zajlott le, történelmi mintegy megismétli önmagát, a bahái közösség kezdeteitől fogva szisztematikus, a kiirtásukra törekvően komoly üldöztetés éri a bahái közösség tagjait szülőföldjén Iránban. Erről hozott is egy képet, ugye? Igen. Hogy a régmúltban is, ugye nem csak most a májusi zavargások, hanem tulajdonképpen ez már egy archív fotón is látszik, hogy új keletű. Miért van az, hogy ennyire szemet szúr akár ott Iránban, mert ne csak ugye Magyarországon is van ez a közösség, aminek ön is tagja, de hát mégiscsak azt gondolom, ennek központi csoportosulása ott van Irányban. Miért szúr ez ennyire szemet? Tehát mi most az adott probléma? A probléma gyökere ott keresendő, hogy ez a vallás, ez nem része az iszlámnak. És időben az iszlám után jött létre. Tehát míg valamilyen szintű elismertséget a zsidó és a keresztény vallás megkap Iránban, mert történelmileg megelőzi az iszlámot, így a bahái vallás abszolút illegitimnek számít, és úgy tekintenek rá, mintha nem is létezne ez a dolog. Akkor, ha mondja, hogy nem az iszlám vallásnak a része, vagy nem azokon az alapokon nyugszik, akkor pont ezért is tudott mondjuk nyugat felé, és a nyugatba akár Magyarországot is értem, hogy létezik egy közösség, ez jobban elterjedni? Hiszen az iszlám azért az egy elég zárt világ. Azt hiszem, hogy a széleskörű elterjedtség legfőbb oka az a tanításainak a felvilágosult természete. A férfiak nők teljes egyenjogúságát hirdeti, a környezettudatosságot hirdeti, az oktatáshoz való jogot minden gyermek számára az egész földön. Tehát ezek nagyon modern tanítások. Ugyanakkor nagyon ősi is a szellemiségében, de a társadalmi tanításai rendkívül modernek, erre a korra szabottak. És most abban azért az iráni közösség az egy eléggé zárt közösség. Ez a vallás azért ott mennyire tudott megtapadni? Mert az egy dolog, hogy üldözik őket, és most is vannak ezek a zavargások. De most a társadalomnak mondjuk mennyi, mekkora része, mekkora rétege van ebbe a bahái közösségbe? Körülbelül 300 ezer fő bahái él Iránban. Ez a legnagyobb nem muszlim vallási kisebbség Iránban. Tehát több, mint az zoroasztriánusok vagy a keresztények bármelyik csoport. Na most megy ez az üldöztetés, de vajon a politika szava mennyire számít, hiszen azt is tudjuk, hogy már akár a magyar parlamentben Osztolykán Ágnes képviselő is felszólalt már az érdekükben. Tehát mennyire érzi azt, hogy ha most mondjuk ő nem tudom, hogy ön a nézőket buzdítja-e valamire, mint mondjuk bahái közösségi tag, mit lehet tenni? Nagyon érdekes, hogy a világszerte számos jelet tapasztalható a szolidaritásnak. Egyének, emberi jogi szervezetek, ismert személyiségek emelik fel a hangjukat, a kormányzatok emelik fel a szavukat az üldöztetés ellen, hiszen 75-ben Irán aláírta azokat az egyesség okmányokat, az ENSZ okmányait, amelyek garantálják a vallási és világnézeti szabadságot, az oktatáshoz való jogot, és még egy sor más olyan normál emberi jogot, amitől meg vannak fosztva a bahájok Iránban. Mekkora az a közösség, ami itt Magyarországon összefogja ezt a közösséget? 1000 főt valamivel meghaladó most jelenleg. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk, hát reméljük, hogy egyszer azért megbékélés lesz.